Üdvözlöm Önöket, Önök a Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesületének Mi megyénk című magazin műsorát látják, amelyben minden hónapban vendégünk Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, a műsort pedig itt a Kiskörös televízió stúdiójában rögzítjük. Üdvözlöm, elnök úr! Szép jó napot kívánok mindenkinek, gyönyörű nyáridőben. A májusi eseményekről beszélgetünk, és egy kicsit már előre tekintünk, azt gondolom, a nyárra is, és lesz miről beszélnünk több témában természetesen, hiszen csak hogyha egy kicsit előre lapozok, és egy kis műsorismertetést próbálunk adni a kedves nézőknek, nemzetközi kapcsolatokról, borról és pálinkáról, pályázatokról, top projektekről, turisztikáról egyaránt szó lesz a mai műsorban, úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk is bele. Kezdjük a nemzetközi kapcsolatokkal, hiszen Kárpátaljai megyei tanáccsal kötött együttműködési megállapodást a Bács-Kiskun megyei önkormányzat. Május 13-a és 15-e között utazott delegáció Kárpátaljára, aminek azért megvannak már jócskán az előzményei, és erről már többször is beszéltünk, hiszen 2016 óta van a megyének kapcsolata, hivatalos kapcsolata Kárpátaljával. Igen, a kapcsolat az régebbi már, tehát néhány éves, ilyen szinten régebbi. Viszont olyan közvetlen volt, hogy sikerült azt megvalósítanunk, hogy Kárpátaljának, mint megyének, csak a két szomszédos magyar megyével van testvér megyei megállapodása, és velünk kötötték meg a harmadikat. Mi pedig azért ugye távolságban kicsit odébb vagyunk tőlük, és még van 11 néhány megye, akivel köthettek volna, és mégis Bács-Kiskun megyével kötöttek testvérmegyei megállapodást, úgyhogy úgy gondolom ez jelez valamit, és kötelez is bennünket sok mindenre a jövő szempontjából. Szakmai együttműködésről van szó egyértelműen, holott, vagy ezt kiegészítendő azért el kell mondani, hogy voltak itt kulturális csoportok már, a Híres Hét Fesztiválra, Kecskemétre is hoztunk onnan fellépőket, megtervezzük ezután, és voltak művészek is a művésztáborainkban, tehát évente megjelennek, és de ennél a gazdasági kapcsolatok fontosabbak, meg hát az emberi kapcsolatok. Ugye azt mindenki tudja, hogy Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él, és azt viszont valószínűleg kevesebben, hogy ott az élet azért milyen. Tehát a híradásokból, Ukrajnáról, itt a háborús helyzetről adnak hír, de hát nyilván ez odébb van még 1000 kilométerrel, tehát Kárpátaljától is, de az ottani élet azért meglehetősen nehéz. Viszont az emberek egymás közötti kapcsolata azért sokkal másabb, mint ami a médiából esetleg következtethet bárki, hiszen elmondták, hogy ez a szeglet, ez a sarok, a Kárpátoknak ez a sarka, ez gyakorlatilag mindig is a népek, a népcsoportok gyűjtőhelye volt. Hát 90 fölötti nemzetiség él ott. Hát most belegondolunk abba, ez egy őrült nagy szám. Tehát mindenféle nép és egy-egy falu, egy-egy településen, tehát ott tényleg egy nyelvi kavalkád is van, és az emberek ott megtanulták évszázadok alatt, hogy türelmesnek kell lenni egymáshoz, és elfogadni egymást olyannak. Úgyhogy ott az ott lakók között abszolút nincsen semmilyen etnikai feszültség, tehát teljesen békésen élnek egymás mellett, de rájuk fér a segítség mindenképp. Mi volt a programja ennek a látogatásnak, itt az együttműködési megállapodás megkötése? Tehát milyen területeket, emlékhelyeket látogatott meg a delegáció? Hát a legfontosabb része nyilván maga az együttműködési megállapodás hivatalos aláírása volt, hiszen a közgyűlések megszavazták itt Kecskeméten is, meg Ungváron is, de nyilván az aláírás jelenti a végső pontot rajta, és ugye ez egybeesett az ukrán államfő választás körüli bonyodalmakkal is, ha úgy tetszik, úgyhogy a kormányzó is éppen szabadságát töltötte, viszont a helyettese eljött, tehát a megyei tanácselnökön túl és helyettesein túl a kormányzó helyettese is ott volt ezen, és megbeszéltük tényleg főleg a mezőgazdasági kapcsolatokban, hogy mivel tudunk mi segíteni nekik, szakmai tudással elsődlegesen, hogy jöjjenek és tanulják meg a legújabb fortélyokat, amelyeket, hiszen Kárpátalja az mindig is egyfajta élelmiszerellátó központja volt, még annak idején a nagy Szovjetuniónak is, illetve hát ma Ukrajnának is. Úgyhogy ez volt, és hát ha természetesen ott jártunk, akkor megnéztünk néhány olyan dolgot, ami a mi szívünknek is kedves, tehát elmentünk a Vereckei hágóhoz, a Munkácsi várat természetesen, és Szojván az emlékparkba is, ahol több tízezer ember halt meg,
még mielőtt elvitték őket erre a néhány napos, háromnapos munkára, ugye azért gyűjtötték össze ott a német és magyar nemzetiségű embereket, és onnan vitték tovább őket keleti irányba, és nagyon sokan nem jutottak tovább sem, mert ott különböző betegségek, meg az alultápláltság miatt, meg a téli időszak miatt ott rengetegen meghaltak. És vittünk tárogatóst is, úgyhogy azért el kell mondanom, hogy fantasztikusan szól a tárogató mondjuk a Munkácsi vár fokán, de a Vereckei hágón az emlékműnél legalább annyira. Ellátogattak egy gyermekotthonba is, ami azért is különleges, mert hogy azért elég sok hírt hallunk, hogy nagyon sok árva gyerek van Ukrajnában. Igen, nagyon sok árva gyerek van, és nagyon sok olyan gyerek van, akinek a szülei, hogy is mondjam, nem foglalkoznak a gyerekekkel. Ennek több oka is van, van, aki börtönben van, részeges, meg vannak, akik elmentek külföldre, és otthon hagyták a gyerekeket. Tehát ilyen is van, úgyhogy mi egy olyan otthonban jártunk, ahol családok vállalták be azt, hogy nevelik a gyerkőcöket. Egy olyat találtak ki ebben a kis magyar faluban, hogy szülői hátteret úgy biztosítanak, hogy egy meglevő férj feleség, akinek szintén vannak egy-két saját gyereke, ők vállaltak be még jó néhány gyereket. Ez a jó néhány, ez 4, 5, 6, volt, aki 8 plusz gyereket vállalt be, hogy neveli a sajátjain kívül. Azért ebbe tessük belegondolni, hogy milyen feladat ez. Nyilván ennek a technikai hátterét azért megoldották, tehát vannak akkor a nagy házak, építettek akkor a nagy házakat, ahova ez a 8-10 vagy 12 fős család a szülőkkel együtt az elfér, tehát akkor a légterű és akkor a felszereltségű házakba laknak, és 35 gyereket nevelnek, nevelgetnek, indítják őket az útjukra, de még egyszer mondom, tehát egy rendes, normális szülői háttérrel apa-anya viszonyt tapasztalhatják meg, hiszen azért, ha visszagondolunk, nekünk és mindenkinek az a minta marad meg a felnőtt korára, amit gyermekkorában megélt, és annyira jó dolog az, hogy ezt megteszik, mert van, ahol például egy 5 fős családot vállaltak be, tehát 5 különböző gyerkőcöt vállaltak be egy ilyen szülő, egy házaspár a nevelésüket, és hogy a faluba ezt elfogadták. Tehát ugye azért egy faluba, egy kicsiny faluba megjelenik egy ilyen közösség, ahol 35 gyermek van, aki hát nem a falubeli, hanem máshonnan kerül oda, hogy vannak kereszt szüleik is. És ez egy különleges élmény a gyerkőcök számára, hiszen mondanám, hogy 5-6-8 gyereknek van egy közös nevelő anyja, nevelő apja, az egy oké, de keresztszülője az mindegyiknek sajátja van. És azért ezt az élményt megélni, hogy egy másik családba ki tud menni a faluba, egy ottani rendezvényen, amikor a keresztszüleinek van valami alkalma, tehát ballagás, vagy bármilyen alkalom, és meghívják ebédre, hogy ő neki van egy saját keresztanyja, keresztapja, ezt megtapasztalni, ez egy különleges dolog így a lélek mélységeibe, és hát azt is el kell mondani, hogy ezek között a döntő többség, ráadásul ukrán nyelvű szülőknek a gyermekeiről van szó, akik magyar faluba, magyar iskolába járnak, és tanulják a magyar nyelvet is, természetesen nyilván az ukránt is. A kárpátaljai kapcsolaton túl sokat beszélünk az erdélyi kapcsolatról is, és ennek azért van most aktualitása, mert éppen holnap utazik elnök úr Erdélybe. Igen, egy régebbi testvérmegyei kapcsolat, ez éppen 25 éves, és Hargita megyével való testvérkapcsolatnak a úgymond értékelése, megújítása fog megtörténni, meg hát nyilván a tovább folytatása. Úgyhogy ez egy most már több évtizedes mondható kapcsolat, és tényleg egy olyan meleg és szoros kapcsolat, hogyha választani kell, hogy melyik testvérmegyével utazunk, vagy melyik testvérmegyével tartjuk épp a kapcsolatot, akkor a szívemhez legközelebb azért ez állt eddig legalábbis.
Egy másik téma, amiről szintén nagyon sokat beszélgetünk itt a Mi megyénk című műsorban, bor és a pálinka, ugye, mint Bács-Kiskun megye nagyon fontos, hát hogy is mondjam, hírvivői, büszkeségei, mert azt hiszem, hogy mind a kettőre mondhatjuk ezt is. Megválasztották a megye borát és pálinkáját egy nagyon különleges helyszínen, a Karapancsai kastélyban. Ha jól emlékszem, egy hónappal ezelőtt elnök úr azt mondta, hogy még nem járt ott. Nem. Milyen volt ez az élmény? Hát nem tudom, hogy tudják-e a nézők egyáltalán, hogy merre van Karapancsa. Hát ez a Bács-Kiskun megye és az ország déli határánál van, gyakorlatilag a határtól 1-2 kilométer távolságban Herceg-Szántó mellett, és hát szenzációs a hely. Nem véletlenül jártak oda vadászni a hát mondanám, hogy a császár is járt, a német császár is volt ott 4 alkalommal, és hát a vendégei is. Úgyhogy egy szenzációs hely, egy gyönyörű kastély, szépen rendben tartott, és ma alkalmakra, esküvőtől kezdve más alkalmakra adják ki ezeket a kastélyokat, úgyhogy tudom javasolni magát a helyszínt is, de visszatérve a borra, illetve a pálinkára, hát legyünk büszkék arra, hogy milyen fantasztikusan jó boraink vannak, mert ugyan lehet kapni az országba chilei, meg dél-afrikai, meg mindenféle bort, de gondoljunk bele, hogy van-e hosszú távú értelme, van-e egyáltalán értelme mondjuk ilyen borokat vásárolni, vagy fogyasztani, amikor ennyire jó boraink vannak. Tehát belegondolunk abba, hogy micsoda energia ment el arra, amíg ide érkezik Dél-Afrikából, vagy éppen Chiléből egy bor, és hát most én nem állítom, hogy annyival jobb, mint hogyha. Tehát hogy úgy gondolom, hogy ez az energiákkal való pazarlás is egyrészt, ez ilyen távoli vidékekről ide szállítani bort. De visszatérve a megye borai, nagyon jó minőségű borok vannak. Azt tudja mindenki, hogy itt terem a legtöbb, itt van a legtöbb szőlő, itt terem a legtöbb bor, és ma már azt kell mondani, hogy a borfogyasztás nézve, hogy itt, az itteni borok fogyasztása is a legnagyobb mértékű, mert kikopnak lassan azok a borok, legalábbis mennyiség értelemben mindenképpen, amelyek ilyen ütősek. Tehát az ember megiszik egy decit, aztán érzi, hogy ez túl erős és egyéb. Tehát ebbe a nyári melegbe, ami most akár május végén vagy június elején is van, ilyenkor ezek a nagyon nehéz ütős borok nem esnek annyira jól, sokkal jobbak ezek az üde, friss, laza borok, amelyek itt a megyére jellemzőek. Úgyhogy a mostani választáson is újítottunk, például azon, hogy elfogadható áru, tehát 2000 forint alatti borokkal lehetett nevezni, de a minőségi követelmény megvolt, hogy csak azok nevezhettek, akik már egyébként aranyminősítést szereztek a régiós borversenyen. Tehát így alakult ki most az idei borok mezőnye, és hát nagyon szép borok lettek. A megye legjobb borai közül 2 Soltvadkerti lett, és 1 borotáról, a Koch pincészetből. A legjobb fehér bor pedig a Font pincészetnek a borá Vadkertről származik, és a másik egy fiatalok, másik vadkerti bor, a Rosé, az pedig az Eredet pincészetnek a bora lett megválasztva erre a célra, és ezt fogjuk vinni már a testvérmegyékbe is, meg ezzel fogunk kampányolni, reklámozni ezeket a borokat, és a kereskedelmi forgalomban is, tehát külön matricát adunk a borászoknak, helyezzék rá, hogy ez a megye legjobb fehér, rozé, illetve vörösbora. A megye pálinkája pedig kiskörösi. A megye pálinkája, hát most már ismét kiskörösi lett, nagyon szoros volt a verseny, el kell, hogy mondjam, de ismét a Mátyás pálinkaháznak az egyik pálinkája. Igaz, hogy most a Szilva pálinka nyerte meg mondanám azt, hogy az ország vezető pálinka bírálóinak a tetszését. Gratulálunk természetesen a nyerteseknek. A megye legeredményesebb pálinka főzdéje ugyancsak a Mátyás pálinkaház lett, ezt még hozzátesszük, és megválasztották a megye feltörekvő borászát is. Így van. Azok, ők is fiatalok, fiatal pár, fiatal házas pár lett a Szigl pincészet hajósról. Szigl Nagy Petra és Szigl Balázs, gratulálunk természetesen nekik is. Maradva egy kicsit a témánál, már hogyha a borokat nézzük, akkor már többször beszéltünk arról, hogy a megyei önkormányzat a Dunaborút létrehozatala és pozícionálása turisztikai és kulturális márkaként a Határmenti Régióban című projekt keretében
indított el egy 10 alkalomból álló, hát most képzést, roadshow-t, vagy tulajdonképpen workshopnak is nevezhetnénk ezt, ahol egy asztalhoz ültette különböző helyszíneken a megye borászait. Ez a sorozat lezárult, és biztos vagyok benne, hogy azért megfogalmazódtak konklúziók, vagy összejött valamiféle eredménye, amelyet a borászok megfogalmaztak. A megyei önkormányzattal karöltve természetesen ennek a lezárultával. Igen, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat egy ilyen közös pályázatot, a határon átnyúló pályázatot, aminek olyan szép neve volt, amit Krista felolvasott, de a tartalma valóban ez, hogy a megyei borok és a vajdasági borászoknak az összekapcsolása lehetőségei, és hát ebbe sok minden lesz. Az egyik alkotó eleme például ez a képzés volt, a másik alkotó eleme, hogy ismerjék meg egymást ennek kapcsán, a harmadik, hogy ebből még lesz egy kicsi hajó is, ahol majd borbemutatókat lehet tartani, itt a Dunán, akkor Vajdaságban, vagy éppen magyar területen is, itt Bács-Kiskun megyei Duna szakaszon fog majd megjelenni ez a kicsi hajó, és alkalmat biztosít erre. De a legfontosabb valóban az a hosszú táv, hogy hogyan tovább. Tehát a megyei önkormányzat ebbe is a közösségépítést, meg a keretet tudja biztosítani a borászoknak is. És az, hogy most 10-szer egymás után le tudtak ülni, gyakorlatilag minden héten volt egy ilyen találkozó, és ott el is jöttek. Gondoljuk bele, hogy azért az, hogy minden héten el lehet menni, vagy el kell menni, de eljöttek. Tehát látták értelmét. Látták értelmét annak, hogy leülnek, mert most nem csak egy ilyen egymás mellett elfutunk, és szólunk egymáshoz két mondatot, hogy vagy, aztán már választ esetleg meg se halljuk, típusú találkozás volt ez, hanem beszélgetések. Kezdődött azzal, hogy egy szakmai előadás volt mindig, bormarketingről, hogyan fogtak össze a többi borvidékek, és hogyan jelennek meg közösen a piacon. Ezt mondjuk 20-30 éve szerintem, vagy már régebb óta is, hogy össze kell fogni itt a megyebeli borászoknak is, de hát eddig mindenki a saját kis üzletét, vagy a saját kis teendőit végezte. De egyre inkább, hogy mondjam, ez is piacosodik. Tehát ami minden területen látni az életben, hogy összevonódik sok minden, és egyre nagyobb tételekben van szükség, hiszen megjelenik valahol esetleg egy borász, és ha van neki 10-20 literje, vagy akár 10 hektorja is, az nem egy akkora tétel, amivel meg lehet jelenni mennyiségi szemlélettel, szükség van erre is. Na, úgyhogy a gondolkodás indult el, és ez nagyon fontos dolog, hogy végre legalább közös nevezőre jutottak a többi példa, tehát akár a Tukai, akár az Egri, akár a balatoni borvidékek, vagy hát ugye a legelső, aki megtette ezt, Villányi volt annak idején, de a szekszárdiakról is, tehát minden egyes bor régióból érkeztek ide előadók, és elmesélték a saját sztoriukat, a saját történetüket arról, hogy hogy fogtak ők össze, micsoda küzdelmek, verejtékes vitatkozások, éjszakában nyúló viták és minden egyekben után, hogy alakult ki az az összefogás, ami létezik, mert hogy Villányt is úgy lehetett eladni. Hát ha belegondolunk, azért a Villányi hegy az úgy elég véges, tehát ha valaki az egyik szélére áll, akkor véglátja az egész területet, azért nem egy területek nem egy nagy dolog, de márkailag, amit fölépítettek, azért ez egy óriási dolog, folytatva természetesen a turizmussal, meg a szállás lehetőségekkel, meg a többivel együtt, hiszen így biztosítja az ott termelőknek a biztos megélhetést. És ugye itt is erről lenne szó, meg a megismertetésről. Úgyhogy nagyon jó gondolatsorok születtek. Várjuk majd a további fejleményeket, a további eredményeket, és biztos vagyok benne, hogy beszélni is fogunk majd róluk. Hogyha már a turisztikáról szót ejtettünk itt egy-két gondolatban, és az elmúlt hónapokban is sokat beszéltünk ugye éppen a turizmus kiállítás kapcsán, amin Bács-Kiskun megye díszvendég volt, vagy kiemelt vendég volt ebben az esztendőben. És valahol ennek én azt gondolom, hogy a szerves folytatása az, hogy Bács-Kiskun megye a Nemzeti Regattán is részt vett. Hát igen, igyekszünk és meg is ragadunk olyan lehetőségeket, ahol be tudjuk mutatni a megye értékeit, és a megye kínálta lehetőségeket, és ez is egy ilyen alkalom volt. A tiszakécskeiekkel együtt közösen indult a csapat, és az ott dolgozóktól elhangzott az értékelésben, kérdeztem őket, amikor véget ért, hogy milyen volt, hogy nagyon jó volt, a többiektől eltérő, mert ott azért a
a nemzetközi vásár területén is, ahol a turizmus kiállítás volt, azért ott vannak előírások, kötöttségek, formalitás, meg minden egyéb, hogy ez ilyen kötetlenül szabadon, de nagyon hangulatosan telt el, és nagyon jó összetartó erő volt mind a résztvevők, mint a megyei résztvevők számára, mint pedig az egész közösség részére, akik ott a Balatonparton töltötték ezt a hétvégét, úgyhogy az elmondásuk szerint nagyon tanulságos volt, és nagyon hasznos volt, és jó lehetőség volt a kapcsolatok építésére más megyékből, az ország különböző területeiről, meg Bács-Kiskun megye értékeit kínálni is. Ugyancsak sokat beszélgettünk, vagy ejtettünk már szót az elmúlt időszakban a bölcsődei pályázatokról, ami egy nagyon-nagyon fontos és most aktuális kérdés. Ugye több mint 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás áll Bács-Kiskun megyében rendelkezésre ez a keretösszeg, amire hát elnök úr elmondta, hogy sokkal nagyobb igény lenne, de ez is nagyon jó. Egyébként nagyon jók ezek így a beszélgetések, mert ahogy a munkatársaimnak is szoktam mondani sokszor, hogy igen, ma ez az állapot, aztán hogy holnap mi lesz, az majd holnap kiderül, mert a bölcsődei pályázatokban is egy nagyon nagy változás történt, mondhatom azt is, hogy örömteli változás, hogy a megyei önkormányzat, tehát mi félretettünk a munkanélküliekre szánt összegből több mint 1 milliárd forintot, na de ez azóta teljesen megváltozott. A pénz megvan, ez nem változott meg, csak hozzájött. Volt előtte 4 milliárd forint értékben olyan országos pénzügyminisztérium által meghirdetett bölcsődeépítési lehetőség, amire még tavaly decemberben már egy-két megyebeli település, például Kalocsa is nyert ilyen bölcsődeépítésre, viszont az ez évben beadottakat nem bírálták el, mert akkor a túljelentkezés volt, hogy egyszerűen azt a megoldást választották inkább, hogy áttették ezeket a pályázatokat a megyei önkormányzathoz. Tehát a pénzügyminisztériumi keret helyett ez is topos pályázattá minősült át, úgyhogy megkaptuk azt a feladatot, hogy a topra a településekkel adassuk be újra, hiszen itt mások a keretszabályok, tehát mások a feltöltendő felületek, és így tovább, és így tovább. És sokkal nagyobb nagyságrendbe. Még a pénzügyminisztériumi pályázatnál szükséges volt önerő, nálunk 100%-os támogatással hoz juthatnak az önkormányzatok, úgyhogy megörült minden egyes önkormányzat, úgyhogy most 11 ilyen pályázatot adtunk be, ami valamikor a pénzügyminisztériumra érkezett, és most május utolsó napjáig lehetett ezt beadni a TOP keretébe, úgyhogy több mint 2 milliárd forintos pályázatot adtunk be, amire ígéret is hangzott el, hogy ezeknek a pénzösszegét is megkapja a megyei önkormányzat, tehát hogy ezek nyertes pályázatok is lesznek vélhetően. Ezen fölül most június végéig nyitottuk meg ezt az újabb lehetőséget a több mint 1 milliárd forintra, illetve érkezett egy olyan levél, amely lehetőséget biztosít, hiszen jeleztük minek, hogy nálunk sokkal több bölcsődeépítési igény van, hogy lehetőséget biztosítanak további pénzügyi keret bővítésére, kimondottan az új bölcsődei férőhelyekre. Tehát nem fontos vadonatúj épületet építeni, átalakítani is lehet. Egy a fontos benne, hogy ezek a támogatások csak arra szólnak, hogy a bölcsődei férőhelyek újként jelenjenek meg. Tehát arra nem, hogy a meglevő bölcsődét kipofozzuk, és szebb legyen, és jobb legyen, hanem bölcsődei gyermekeknek az elhelyezésének lehetőségeit. Úgyhogy lesz egy harmadik körünk júliusban, nyár kellős közepén, amikor oda is beadunk, hiszen jelezte, több mint 3 milliárd forintos igény volt, ami azóta újra tovább bővült, úgyhogy most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy több mint 4,5 milliárd forintnyi bölcsődei férőhely bővülés lesz csak Bács-Kiskun megyébe. Úgyhogy új és új bölcsödék fognak létesülni, vagy megújulni egy régi épületet, úgyhogy nagy örömmel mondhatom el, hogy mi már akkor is vezetőnek, a megyék között vezetőnek számító több mint 1 milliárd forintunk, ez most körülbelül ilyen 4,5 milliárd forintnál jár, ami nagy örömet fog szerintem okozni az anyukáknak, hiszen a városvezetők, településvezetők jelzése alapján van erre szükség. Tehát ezt nem mi Kecskeméten találtuk ki, hogy épüljenek bölcsödék, hanem a polgármesterek jöttek azzal, hogy ekkora igény van a településen. Akkor sok anyuka visszamehet majd
dolgozni, így, és nem lesz ez akadálya annak, hogy munkába álljanak. Így igaz, de azért még mindig hozzáteszem, hogy azért legalább egy éves koráig a gyermeknek maradjanak otthon, és csak utána gondolkozzanak azon, addig vigyázzák az aprónak a mindennapjait, meg az életét, segítsék. Úgy legyen mindenképpen. Május 31-én közgyűlés is volt. A májust az önkormányzat ezzel zárta, ezúttal is Kecskeméten kívül, Helvécien. Így van, hát folytattuk a megye járást, megye bejárását, hiszen a közgyűlési tagok, meg a külső bizottsági tagok is nyilván ismerik a saját környezetüket, de a megye nagyon nagy, óriási területtel bír, és hát kevés ismerettel bírnak, rendelkeznek, úgyhogy a bizottsági ülést megelőzően, keddi napon már elmentünk minden egyes településen egy adott a település életében meghatározó szerepet játszó céghez. Most a Hegede kertészetet néztük meg, és ámult el mindenki, hiszen, mint kiderült a látogatók közül, összesen ketten voltunk elő, azt megelőzően is, és ismertük a cég tevékenységét, és hát óriási területen nevelik a dísznövényeket, a parkba való virágokat, illetve örökzöldeket, és hát nem csak a szemnek, de hát csodálatos volt ez a látogatás, úgyhogy mindenki sok tapasztalattal térhetett haza. Illetve hát a közgyűlés pénteki napon, május utolsó napján volt szintén Helvécián, és akkor megismerhettük Helvéciának a történetét is, tehát hogy miért is, mi köze van Svájchoz, Helvéciához, a Helvéciának, és megismerhettük, és a közgyűlés nyilván megtárgyalta a napirendjeit, ahol szokásos témákon kívül azért szerepelt, május végén kell zárni az összes pénzügyi évet, tehát akkor szerepelt a Bács-Kiskun megye önkormányzat előző évi pénzügyi elszámolása is, de természetesen a KFT-knek is a zárására sor került, pénzügyi zárására sor került, hiszen ez is fontos volt, valamint hát egy-két rendeletmódosításra, hiszen ezt a általunk most már elég régóta fizetett ösztöndíjat itt a fiatalok szakmatanulására. Azért az élet mindig hozza azokat a lehetőséget, hogy hogy kell finomítani egy rendeletet, ugye, mert ezt pénzekről szólva csak egy ilyen komoly rendeletben lehet ezeket szabályozni, és akkor ugye itt előfordulnak ilyen finomságok, hogy például hát van, akinek megszűnik a képzése menet közben, mert a szakmai képzések, és akkor ő átnyergel egy másik képzésre, hogy akkor mi a teendő, meg hány napja van arra, hogy szóljon, vissza kell-e fizetnie, hogyha befejezi azt a szakmát, hiszen a szerződést arra a szakmára kötötte velünk, és ha ő egy másik szakmát tanul, akkor az egy más jogi lehetőség, úgyhogy emiatt volt szükség mondjuk ennek a rendeletnek a módosítására. Akkor hasonló másik rendeletünk, ugye, hogy kihasználhatja a Bács-Kiskun megye logót, címert és így tovább, és éppen az értéktárunk, tehát a megyei értékek gyűjtése és védelme érdekében is, ott is rendezni kellett ennek a szabályozását, hogy aki megyei értéket, érték elismerésben részesült, akkor ő kapni fog a következőbe például egy erről szóló tanúsítványt, meg ő is használhatja, és akkor milyen jogszabályok alapján, tehát milyen keretek között tudja használni ezt a megye értékeit, megjelenítve a megye jelképeit. Több témában is előre tekintettünk már, ugye itt például a bölcsődei pályázatoknál, vagy az Erdélyi útnál a júniusra, júliusra előre néztünk, és hát jön a nyár, jönnek a különböző fesztiválok, azért a munka nem áll le, bár azért tudom, hogy elnök úrnak veszőparipája, hogy egy-két hétre, ugye, mindenki menjen el és kapcsolódjon ki. Lesz erre lehetőség az idén nyáron? Természetesen mind a kettőre, tehát a munka is lesz, hiszen például június derekán lesz majd a Kecskeméten a legjobb pálinkák és a boroknak a bemutatója, tehát gyakorlatilag egy fesztivál lesz majd egy hetes fesztivál, augusztusban ugyancsak a Írös Hét Fesztivál, ami 9 napos, tehát 2 hétvégét magába foglaló dolog lesz, de én úgy gondolom, hogy akik dolgoznak, és én ezt nem csak a hivatali dolgozókra, meg az önkormányzat dolgozóira gondolom, hogy a kikapcsolódás az hozzátartozik az élethez, úgyhogy most már
nem is első, hanem azt hiszem harmadik alkalommal eldöntötte a közgyűlés, megszavazta a közgyűlés, hogy mindenki 2 hét nyári egybefüggő, tehát ez nagyon fontos, egybefüggő 2 hétre menjen el szabadságra, és pihenje ki magát. Először többen óckodtak ettől, hogy 2 hét, meg minden, utána kivétel nélkül mindenki azt mondta, mert hogy eddig nem voltak 2 hetesen, hogy hát ennél jobb nem volt, ennél egy jobb lett volna, hogyha 3 hét lett volna egybe, de hogy az 1 hetes szabadság az nem ér annyit, a 2x1 hét nem ér annyit, mint az 1x2 hét, egybefüggően, mert akkor lehet tényleg kipihenni magát. És hát utána meg jön az ősz, meg jön megint a hajrá, ugye szeptember az, meg október is, az mindig ilyenkor egy felfokozott munka dandárja lesz, hiszen akkor lesz a megyei kitüntetések átadása, tehát a díszközgyűléstől kezdve, tehát nagyon sok minden, megyenapokat tartunk majd szeptemberben így előre, tehát az nagyon sok munkával fog járni, úgyhogy szükség lesz a pihenésre, de adott is mindenki számára, hogy a 2 hetet egybefüggően, összefüggően töltse el az általa megválasztott helyen és módon. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljött hozzánk ismét. Én is köszönöm. És természetesen a beszélgetést majd folytatjuk. A Kiskörös Televízió stúdiójában rögzítettük az elmúlt percekben a Mi Megyénk című magazinműsort, amely a Bács-Kiskó megyei helyi televíziók egyesületének tagjai közreműködésével készül. Köszönjük elnök úrnak, hogy eljött hozzánk, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!